György László szakpolitikus közgazdász, egyetemi tanár, valamint a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásaért felelős kormánybiztos látogatott el a Nyíregyházi Egyetemre, ahol nem csak az intézmény vezetőivel konzultált, de később az egyetemi hallgatókkal is találkozott egy általa írt könyv bemutatójának alkalmából. A középosztály forradalma meritokratikus stratégia a 21. századra című könyv egy új szempontrendszert mutat be a jólét növekedésének mérhetőségére. Ezek alapján György László arra a következtetésre jutott, hogy 2011 és 2021 között több mint másfél szeresére bővült a magyar középosztály. Ahogy a könyvemben kifejtem a középosztály forradalma című könyvemben, 2 millió fővel bővült a középosztály 2011 és 2021 között. Most már csak az a kérdés, hogy mit tekintünk középosztálynak, kit tekintünk középosztály A szociológusok azt mondják, hogy ez egy életstílus, életforma, és ideérthetőek azok a szegények is, akik középosztálybelinek szeretik érezni magukat, szeretik kihúzni magukat, és azok a gazdagok is, akik valamit még letesznek az asztalra, nem kényelmesedtek el. David Beckhamet szoktam példának felhozni, aki méhészkedik, rend és tisztaságmániás futballcsapatot szervez, ezért az arisztoteliszi középosztály definíciónak megfelel, vagyis az az ember, aki az életében valamit felépített, ezért van veszíteni valója és van felelősségtudata, és a saját életét és a közösségének életét érintő döntéseket ezen felelősségtudatában hozza meg. György László hangsúlyozta, a középosztály definiálhatóságát nem pusztán a jövedelem határozza meg, de a négy legfontosabb szempont közül ez az egyik. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint a középosztályba tartozik, aki az átlagbér 60%-ánál többet, a kétszeresénél kevesebbet keres. Az Európai Unió statisztikai hivatala szerint emellett az is fontos, hogy rendelkezünk-e autóval, rendszeresen tudjuk-e törleszteni a hiteleinket, megengedhetünk-e magunknak egy hét nyaralást, és képesek vagyunk-e finanszírozni a váratlan kiadásainkat. György László hozzátette, az általa vizsgált mérések azt is figyelembe vették, rendelkezünk-e saját ingatlannal, illetve milyen gyakorisággal részesülünk a kulturális élet különböző javaiból, a színház és mozi élményektől a sportrendezvények látogatásáig. És hogyha ezt a négy definíciót, ennek a négynek az unióját vesszük, tehát mindegyik igaz egy emberre, akkor Magyarországon 34,9%-ról 54,6%-ra bővült a középosztály, vagyis közel 2 millió fővel 2011 és 2021 között. Magyarországon a KSH legfrissebb adatai szerint 2024 márciusában a kedvezmények nélküli átlagkereset nettó 414.300 forint volt, amelynek a 60 a 248.580 forint. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint akik ennél kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, azok a középosztály alatti társadalmi réteghez tartoznak. György László hangsúlyozta, az Európai Unió statisztikái szerint Magyarországon csökkent a leggyorsabb ütemben a szegények száma 2014 óta.